Éles vita alakult ki a pécsi fejlesztésekről, beruházásokról a keddi közgyűlésen. A polgári oldal szerint a baloldali városvezetés elmúlt 3 évében azok a beruházások valósultak meg, amiket még a fideszes többségű városvezetés indított. A gazdasági alpolgármester szerint ezért az Európai Uniót illeti köszönet, mondta a közgyűlésen. Meghallgattuk, hogy a Fidesz épített minden, csak elfelejtette elmondani, hogy az unió pénzéből. Ugye az összes fejlesztési forrás, ami jött a korábbi ciklusban, az úgynevezett területfejlesztési operatív programban jött, azt építettük, kaptuk, csináltuk. Azt nem hallottam, hogy köszönjük szépen, Európai Unió. Köszönöm szépen. A Fidesz frakció vezetője erre azt mondta, hogy ha EU-s pénzekről van szó, akkor a baloldal mindig hálálkodni akar és leporul Brüsszel előtt, holott ezek a források megilletik hazánkat. Mi kinyitottuk a piacunkat, lebontottuk a vámrendszerünket, akkor azért azt elvárjuk, hogy cserébe megkapjuk azokat a fejlesztési és verzálkoztatási forrásokat, amik a magyar gazdaságban szerepet vállaló magyar vállalkozókat segítenek, és végsősorban a magyar családokat. Ugye ez az, ami úgy tűnik, hogy politikai alapon most stoppolva van Brüsszelben. Tehát én azt gondolom, hogy a köszönet az inkább azoknak a képviselőknek jár, akik az Európa Parlamentben is kiállnak Magyarország és a magyar emberek érdekeinek. Csizmadia Péter szerint most azt láthatjuk, hogy éppen a baloldali képviselők gátolják, hogy megkapja az EU-s forrásokat hazánk, helyben pedig a hozzájuk közelállókat juttatják pénzhez, ami 100 milliókkal terheli meg a pécsi büdzsét. Pedig ebből lehetne támogatni például a helyi tömegközlekedést vagy fejlesztéseket indítani, mondja a frakcióvezető.